Nem telik el olyan nap, hogy ne ütközne akadályba a soros magyar elnöksége a július elsőjei kezete óta. A háborúpárti brüsszeli politikusoknak nem tetszik, hogy Orbán Viktor a békeüzenetét viszi, akárhova utazik, hiszen az teljesen ellentmond a háborús propagandájuknak. Egyes források szerint az újraválasztásra váró Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke rendkívül elégedetlen Orbán Viktor békemissziójával. Ebben a témában kérdezi mai első vendégét Imre Balázs. Jó reggel kívánok! Jó reggelt kívánok a nézőknek, szervusz Csaba, és köszöntöm a stúdióban mai első beszélgetőpartnermet, Pál Falvi Milán, a Nézőpont Intézet elemzőjét. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát valóban ugye itt most nagyon felbojdult az Európai Unió, illetve az Európai Unió tisztségviselői, a békemisszió elismerése helyett inkább kritikákkal illetik, sőt, retorziókkal fenyegetik Magyarországot. Ugye szerdán volt egy uniós nagyköveti találkozó, ahol a magyar delegáció vezető Tódor Bálintot gyakorlatilag, hát hogy is mondjam, nekiestek a, a többi nemzet képviselői, mondván, hogy a békemisszió nem a békét segíti, nem Putyinmal már hajtja a vizet. Csak kérdés az, hogy egyrészt mit gondol erről, másrészt pedig lehet-e úgy valakivel békét kötni, hogy a, Harcoló felek közül az egyiket nem ültetjük le a tárgyalóasztalhoz? A kérdésére a válasz egyszerű, természetesen nem lehet. A legnagyobb probléma itt az Európai Unió vezetése részéről, illetve a, a nagykövetségi. Diplomaták részéről, hogy nem veszik tudomásul azt, hogy több mint két éve az Európai Unió, illetve maga a NATO nem volt képes eredményt elérni az orosz-ukrán háború kérdésében. És most Orbán Viktor miniszterelnök az, aki hát nem megelégelve a helyzetet, hiszen gyakorlatilag már a háború kirobbanásának kezdetétől, vagy kirobbanásától, sőt már azt megelőzően is a békét képviselte Orbán Viktor, tehát ebben van egy kontinuitás, van egy folyamatosság, egy következetesség és ezért, amit most Orbán Viktor miniszterelnök békemisszióként végrehajt a világban, ez teljesen egyértelműen beleillik abba a sorba, amit eddig is képviselt. Az, hogy az Európai Unió vezetői ezt rossz szemmel nézik, nem tetszik nekik, ez azért lehet, korábban úgy fogalmaztam, hogy savanyú a szőlő számukra, tehát nézhetnék ezt egyfajta irigykedéssel, de hát az a probléma, hogy ők nem is ezt a célt akarnák elérni, hogy béke legyen, vagy hogyha béke is lenne a céljuk, ők ezt úgy képzelik el, hogy Oroszország veszít, Oroszországot legyőzik egy háborúban, de hát látjuk azt, most egyébként Washingtonban a NATO csúcson is elhangzott, hogy gyakorlatilag Oroszországnak a, a legyőzése egyik pillanatra másikra nem lehetséges. Több mint két éve fegyverekkel segítik, és minden módon segítik Ukrajnát nyugatról, és ennek nincsen eredménye, csak eszkalálják a problémát, eszkalálják a háborút, napról napra egyre több ember hal meg a fronton, tehát végső soron azt lehet látni, hogy minthogyha a nyugat abban lenne érdekelt, hogy a problémát fenntartsa, nem pedig megoldja és kezelje, a megoldás csak a békemisszió keretében elérhető béke lenne, vagy bármilyen módon történő béke elérése megoldás lenne, de hát látjuk, hogy csak a magyar miniszterelnök az, aki a béke érdekében most éppen békemissziónak nevezett körútján igyekszik tenni találkozott Zelenszki elnökkel, megkérdezte tőle, hogy ő mit gondol a helyzetről, ezeket az információkat továbbította az Európai Unió vezetésének, találkozott Vladimir Putyin orosz elnökkel, ahol szintén a béke előmozdítása érdekében tett lépéseket, és találkozott egy nagyon fontos globális szereplővel, a kínai elnökkel, Xi Jinping elnökúrral, és Washingtonban most a NATO csúcson a török elnöknek a támogatását kérte, illetve találkozott Donald Trump volt amerikai elnökkel. Tehát én azt gondolom, hogy összességében ezt az utat kellene járni, az, hogy az Európai Unió vezetőinek ez nem tetszik, hát ez nem meglepő. Az hagyja, hogy nem tetszik, de ugye itt súlyosabb a helyzet, legalábbis erről szólnak. A sajtőjök, hogy Németország is lehet -e. egyes balti államok már azon gondolkodnak, hogy hogy lehetne kicsavarni Magyarország kezéből az Európai Unió soros elnökségét. Sőt, van olyan észt európai parlamenti képviselő, aki a hetes cikkely szerinti eljárást indítaná meg Magyarország ellen, ami ugye gyakorlatilag Magyarország uniós szavazati jogának a megvonásával is járna. Mit gondol erről? Sok mindent mondanak Brüsszelben. Én azt gondolom, hogy... Egyrészt, a, aki kicsit közelebbről figyeli az eseményeket, az tudhatja, hogy azért ez valamelyest a nevetség tárgya, amikor, Te Ez az ilyen szájkarat? -e hát, politikusok lesz? hajlamosak arra, hogy ilyen kijelentéseket tegyenek, illetve hát sajnos egyébként Brüsszel képes arra, hogy a bürokráciát felhasználva, mégiscsak a, a bizottsági döntésekben ilyen-olyan módon pénzek visszatartásával egyfajta nyomást próbál gyakorolni Magyarországra és minden olyan tagállamra, amelyik egyébként úgymond nem áll be a sorba, és Magyarország most a háború kérdésében ugye nem állt be a sorba. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket nem kell olyan értemben komolyan venni, hogy azért itt vannak komoly nemzetközi szerződések. Ha ezt az Európai Unió felrúgná, az a gyakorlatilag nem arról, tehát nem az történne, hogy csak Magyarországot haragítaná magára, hanem azt gondolom, hogy egyrészt jogilag meg sem tudja tenni, másrésztről pedig Magyarországnak vannak szövetségesei, Magyarországnak az ereje növekszik az Európai Unión belül, annak köszönhetően, hogy Orbán Viktor 2010 óta egy nagyon komoly szövetséget épít európai szinten, de én azt gondolom, hogy ezt nem tudják megtenni, de lépten nyomon elmondják azt, hogy Magyarországot miért tennék szégyenpadra, ez annak köszönhető, hogy még mindig egyébként az Európai Unió vezetésében túlnyomó többségében sajnos ott vannak azok a Hát már levitéz lett emberek, akiknek egyébként nemet mondtak a választók június 9-én. Egy percünk maradt, Orbán Viktor a NATO csúcs kapcsán egy, kiakott egy bejegyzést, amiben azt mondja, hogy a NATO-nak nem a körülötte zajló háborúkat kellene megnyerni, hanem békét. És érdekes, hogy az egyik független elnök aspiráns előtt Amerikában, Robert F. Kennedy is azt mondja, hogy a NATO provokálja a háborúkat, és át kell alakítani a NATO-t, mert hogy inkább a béke felé kéne... A Donald Trump is azt mondja, hogy ha ő lenne az elnök, akkor gyorsan véget tudna vetni a háborúnak azzal, hogy az ukrajnának való támogatást ahhoz kötni, hogy leüljenek a felek tárgyalni a békéről egymással. Jöhet-e változás ennek kapcsán? Mert a NATO kijelölte magának az utat, azt mondják, hogy Oroszország kvázi legyőzése a cél, vagy ellehetetlenítése. Ha Donald Trump lesz az elnök, akkor lesz a változás, és abban kell bíznunk, miután Trump a békeembere, és Orbán Viktor a békeembere, hogy Donald Trump lesz az amerikai Egyesült Államok következő elnöke, akkor ténylegesen meg lehet oldani ezt a kérdést, hiszen láttuk már korábban, hogy képes erre az amerikai elnök, volt elnök Donald Trump, és ennek nagyon jó előszele az, hogy Orbán Viktor a békemisszióval gyakorlatilag előkészíti ezt a terepet. Páfavi Milán volt a vendégünk, köszönöm szépen, hogy itt járt nálunk. Köszönöm szépen.